Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröcs.hu-ról, és ugye megérkezett a Windows alkotói frissítés. Hát valójában én is föltettem már a számítógépemre, ugye 11-én jelent meg hivatalosan ez a frissítés, elég sok cikk volt róla, már hamarabb is letölthető volt, én körülbelül 8-án, április 8-án telepítettem a gépemre. Hát egy Core 3-as 5. generációs 5005 új jelölésű processzorral, 4 gb DDR3 memóriával, 5400-as fordulatú Winchester-rel, ha a letöltési időt nem nézem, csak a telepítési időt, akkor azt mondom, hogy az én laptopomra kb. 45 perc volt még feltelepült, pár darab ilyen Core 2 gépre 2 is feltelepítettem már, amin Windows 10 volt alapból, hát ott úgy kell készülni egy ilyen két óra, másfél óra, a telepítési idő, de valójában ugye ebben nincs benne a letöltési idő, mert letölti a frissítést a gép. Ha a letöltési időt nézem, de ez internet szolgáltató sebességtől, előfizetéstől függően változhat, akkor azt mondom, hogy ilyen 4 óra, 3 óra a frissítés ideje. Pár dolgot összeszedtem valójában a frissítéssel kapcsolatban, írtam róla egy fórum témát, illetve nyitottam róla egy fórum témát. Hát nálam ez úgy néz ki, hogy a touch screen update, ugye érintő kijelzőre optimalizálva, ezt mindjárt nagy vonalakban meg is mutatom, hogy miért. A frissítéssel különösebb gondom nem volt, szóval egyéb problémákat nem vettem észre. Amit fájl a szívem az, hogy ha startmenü jobb gombot nyomunk, akkor eltűnt nekünk a vezérlőpult beállítás funkció, helyette megjelent a gépház, szóval a gépház nagyobb szerepet kapott ebben a frissítésben. Ugye már a Windows el akarja velünk felejtetni a vezérlőpult funkciót, inkább a gépházra koncentrál, de hogyha a gépházat is megnyitom, nagy vonalakban ez a frissítésnek a lényege, akkor itt is följönnek a szokásos menük, de hogyha a szokásos menüket fölnyitom, és belemegyek bármilyen más menübe, akkor itt jobb oldalon szépen le van tagolva ugye mindenféle funkció, és valójában itt a kérdése van, meg itt a, bo, bocsánat, bal oldalon megjelenik mindenféle funkció, és a jobb oldalon kérdése van, súgó megnyitás, egyéb funkciók megjelennek, Bővebbek a funkciók, a beállítási lehetőségek, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Valójában, amit én így észrevettem első körben, de én nem vagyok játékos, a játékosok azt írják, hogy a motorháztető alatt nagyon sok változtatás történt, néhány FPS-sel jobban, optimalizáltabban futnak a játékok, de ebben nem tudok semmilyen ö, alátámasztással, vagy semmilyen tapasztalattal szolgálni, mert én nem vagyok Windows operációs rendszer alatt nagy játékos, én inkább konzolpárti vagyok, de ez nem ide tartozik. Ugye valójában, amit visszakaptunk, hogyha rájövünk ide erre a kis értesítési felületre, akkor visszakaptuk a táblagép üzemmódot, ugye táblagép üzemmódba váltatjuk a gépünket, hát ö, ezzel nagy dolog nem történt, mert táblagép üzemmód már volt a régebbi Windows 10-ben, ugye amikor még bemutató videót is csináltam róla, hogy hogyan tudunk a gép üzemmódra váltani, vagy asztali üzemmódra. Valójában ez olyan, mintha visszakapcsoltak volna egy, egy feature egy ilyen extra dolgot, de nem, nem történt változás, csak visszakaptunk olyan beállításokat, amiket egy frissítés után tiltott a Microsoft. Egy kicsit úgy, úgy rámentek erre a touchscreenre, legalábbis szerintem, vagy legalábbis én így érzékelem, Ugye, ami nagyon jó pofa dolog, az az éjszakai fényüzemmód, aminek beállíthatunk különféle üzemeltetés, vagy üzemmódot. Valójában megadhatjuk, hogy este hány órától és reggel hány órától kapcsoljon vissza nappali üzemmódra a gépnek a, a megvilágítása, ugye a fényereje. Egy kicsit kényelmesebb azért az olvasás, meg egy gyors kapcsolóval kapcsolhatjuk az éjszakai fényüzemmódot, ha bár ez nem tudom mennyire látszik, így hogy most éppen veszem fel a képernyőt, szerintem egyáltalán nem látszik, hogy bekapcsoltam az éjszakai fényt. De majd visszanézem, és akkor majd én is látom. De, nagyjából videófelvételeken vagy ilyen screen felvételeken nem szokott ez látszódni. Ami, ami valójában még szerintem egy jó újítás lett, az a mobil elérési pont. Ez a funkció, valójában nekem ez azért tetszik, mert ugye egy gombnyomással létrehoz egy úgynevezett wi wifi hotspotot a számítógépünk, amire rácsatlakozhatunk mobiltelefonnal, adhatunk meg akár bármilyen ssid t vagy elszót, és tudjuk megosztani a számítógépünk internetét, és egyből mobiltelefonnal rá tudunk csatlakozni, úgyhogy ez egy jó pofa dolog lett. Ugye a startmerről mondtam már, hogy a gépház, a gépházban nagyon sok hangsúlyt fektetett a, Microsoft, mondom szerintem, én biztos meg vagyok róla, hogy hogy a vezérlőpót funkciókat idővel elfelejthetjük. Ugye kaptunk egy 3D-s alkalmazást, egy Paint 3D-t, hogyha beírom ide a keresőbe, akkor Paint, és itt van a Paint 3D-s alkalmazás. Ebben létrehozhatunk 3 d grafikákat, vannak különböző lehetőségeink, különböző sablonokból dolgozhatunk. Jó pofa lett, ugye 3D nyomtatóra is ki lehet nyomtatni, lehet menteni magát a projektet, el lehet vele szórakozni. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó pofa kis dolog, de nem, de nem egy nagy szám. Ugye egy alkotói frissítésről beszélünk, ez lenne a lényege, ki kell próbálni, lehet vele szórakozni. Szerintem egy jó pofa dolog lett amúgy. Ugye, amit még bele tudok tuszkolni ebbe a frissítésbe, ez a dinamikus zárolás, amit ugyanúgy, hogyha a gépházba megyünk, amit én még nem tudtam életre kelteni, valójában a dinamikus zárulás, hogyha itt visszamegyek a gépháznak a fő funkcionál, akkor fiókok résznél, hogyha bemegyünk, akkor van nekünk egy olyan, hogy bejelentkezési lehetőségek, és itt a bejelentkezési lehetőségeknél, de, de ez sem egy nagy újdonság, mert valójában már volt erről szó, és aki feliratkozott már ugye a, a frissítésekre, hogy hamarabb megkapja, mert tesztelni akarja a frissítéseket, ő már megkaphatta a dinamikus zárulás funkciót. Ugye a Windows PC-vel párosított eszközöket használhatja annak megállapítására, hogy ön távol van -e a géptől. Hát én párosítottam Bluetooth eszközökkel de valójában, hogyha elveszítette a kapcsolatot, vagy visszajött a kapcsolat, ugyanúgy nem reagált az árképernyőm, nem, nem oldott fel a gép automatikusan, de biztos, hogy működik, csak, csak én még nem tudtam összehozni jelleg az én gépemet. Hát a játék funkcióra annyira visszatér, vagy a játék funkciója, funkció, úgy, hogy fölveltem, hogy játszok, az szerintem nem változott, szóval nagy újdonság nem történt, maximum a motorháztető alatt, de amire mondjuk mondom, fel kell készülnünk, hogyha esetleg frissítünk erre az új alkotói frissítésre, hogy kapunk egy ilyen tácsosabb. Windows 10-et, de nem fogjuk észrevenni, szóval csak annyi, hogy táblagép üzemmódba tudunk váltani, és a gépház több funkciót kapott, sokkal, sokkal összetettebb lett a gépház, hogyha bejövünk, akkor tudunk keresni, ugye megjelentek itt az alapértelmezett alkalmazások, ami ugyanúgy megvolt, de itt is tudjuk használni, vagy hogyha visszamegyünk, hogyha éppenséggel a gépem reagál arra, amit nyomok, akkor nem is tudom, hogy hol van az a rész, amit meg akartam mutatni, azt hiszem lehet, hogy a rendszernél, hogyha a rendszerre rájövök, akkor van itt nekem, hogy értesítések műveltek, ugye itt kapcsolhatjuk a gyors kapcsolókat, van nekünk itt ugye egy akkumulátor, itt az akkumulátor is bőve funkciókat kapott, takarékos üzemmód, meg egyéb figyelmeztetések, hogy milyen profilokkal tudjuk még az akkumulátor élettartamát megnövelni, ugye maga a táblagép üzemmódnak a kapcsolása, vagy valójában ugye a, a a tárterület, na ez az, a tárterületet kerestem, ugye itt láthatjuk, hogy ez a gép, mennyi a címek hajtunk, mennyi a D-meghajtónk, itt valójában ö, ö, váltás másik tárgyalat felszabadítás módra, meg tudjuk adni, hogy az alkalmazások alapértelmezetten D meghajtóra, vagy esetleg C meghajtóra települjenek, az eddig így nem volt benne a gépházban, legalábbis én nem, nem, vettem róla tudomást, nekem ez egy teljesen újdonság, én ennek a frissítésnek tudom be, lehet, hogy javítson ki, aki, aki azt mondja, ez már benne volt, úgyhogy, úgyhogy teljesen, teljes mértékben mondom, hogy kicsit ilyen, én nem nem számíthatunk nagy update re nem számíthatunk nagyon hatalmas változásokra, inkább ilyen tartsasabb lett a felület. Így látszik, a, látszik az, a, az a vonal, hogy a Microsoft már arra készül, hogy hamarosan tényleg, hogy teljesen kompatibilis legyen érintő kijelzővel a rendszer, de közben próbálják megőrizni ezt a, ezt a desktop, ezt az asztali PC üzemmódot, hogy mégis azért tudjuk úgy használni, hogyha akarjuk. Amit még felületre nagy újítás kapott, az a Windows Defender, Valójában a Windows Defender egy egész jó vírusírtó a statisztikák szerint. Erre azért kitérnék, mert mondanám azt, hogy nem, én nem tartom szükségesnek azt, hogy valaki egy vírusírtót vegyen, vagy telepítsen a Windows 10 számítógépére, mivel Windows Defender alkalmazás van rajta, és többnyire jól működik. Valójában ugye az előző frissítésnél nekem minden nap kiírta, hogy keressek, meg, meg vizsgáljam át a gépet, de mióta felfrissítettem az új alkotói frissítést, azóta nyugodtabb a defenderem, annyit nem zaklat, csak euh, még nem is néztem igazából végig, de nagyon sok dologra figyelmeztet engem a Defender, ami idegesítő volt például a mai nap folyamán, hogy folyamatosan értesített engem, hogy a, a Defender, a Defender funkcióban van benne, az állapot értesítésében, hogy az akkumulátorom nagyon gyorsan merül, és hogy vegyem vissza a fényerőt, stb. stb. Szóval még egy kicsit így kavalkádot érzek így április 18-án, de még nyomkodnom kell ezt a, az alkotói frissítést, hamarosan meg fog érkezni mind a gépére, és remélem, hogy mindenkinek jól fog települni, remélem, hogy senki nem fog szívni vele, nem lesz probléma a windows nem lesz probléma a nyomtatókkal, nem lesz probléma azzal, hogy elállítódnak az alapértelmezett alkalmazásaink, mert pedig számítani lehet rá, szerintem azok el fognak állítódni, nálam is elállítódtak, és remélem, hogy stabil lesz. Úgyhogy nagy vonalakban én tudnék róla mondani, nem kell tőle megijedni, így is úgy is fel fog jönni. Egy touchscreen update-nek hívom én a Windowsnak az új alkotói frissítését. Valójában azért, mert optimalizáltak, biztos jó, biztos szuper. Én nem vettem észre különbséget, csak azt vettem észre, hogy táblagép funkciókat kaptam vissza a rendszerben, meg valójában azt vettem észre, hogy van egy éjszakai üzemmód, egy egyszerű mobil hotspot bekapcsolási lehetőségem, állítási lehetőségem, vagy 3 be tudok rajzolni, pénztel tudom menteni a projektet, vagy akár ki tudom küldeni 3D nyomtatóra. De hát ez a veszély nem fenyeget, hogy 3D nyomtatóm legyen, talán majd egy kicsit idővel. Úgyhogy ő úgy, lenne a Windows 10 alkotói frissítés. A programjaim ugyanúgy működnek, úgyhogy örültem neki, hogy ilyen simán lezajlott, és remélem, hogy mindenkinél így is fog. Hát fórumok még majd biztos most lesznek belőle, ha esetleg probléma lesz le. Varga Tamás voltam az pont ról a Windows 10 alkotói frissítésről néhány szóban, tényleg csak így bemutató jelleggel, mert nagyon nem merültem még bele. Azt kell, hogy mondjam tényleg, hogy ilyen Internet sebességtől függően, ugye gép konfigurációtól függően, én azt mondom, hogy egy ilyen gépen, mint az enyém, 45 perc SSD-vel többen mondták nekem, hogy egy 7-8 perc alatt fönn volt a frissítés, természetesen letöltés után régebbi gépeken pedig kb. ilyen két órára, két és fél órával lehet számolni, hogy feltelepül nekünk ez a frissítés, és utána élvezhetjük az új Windows 10 alkotói frissítésnek az adottságait, illetve az optimalizálását. Varga Tamás voltam az itfreshhu ezzel a kis érdekességgel, sziasztok!